Hello, jó estét! Én Horváth Zsolt vagyok. Önök a Tamási Televízió sportműsorát, a sportképeket látják. A mai műsorban egy sportcsoportot fogunk önöknek bemutatni. Sportákhoz elsősorban jó állóképességre, ruganyosságra, na és nem utolsó sorban egy ugrókötélre van szükség. Az elkövetkezendő 33-34 percben a Tamási 2. számú általános iskola kötélugró csoportjának munkájával ismerkedhetnek meg. Én úgy érzem azt, hogy itt mindenki megvalósíthatja a saját magát, tehát ha van egy elképzelése, akkor itt mindent megtehet. Tehát amit egy kötéllel lényegében produkálni lehet, a gyerekek állandóan újítanak, variálják a különböző elemeket, a gyakorlatokat, és itt nincs megállás, hanem folyamatosan lehet újítani, tehát ez nem egy megállapodott sportág, hanem ez állandóan fejlődik, állandóan újul. Éves gyerektől, tehát 10-12 éves kisgyerekektől, kislányoktól nem biztos, hogy azt kell elvárni, hogy országos verseny, dobogós helyzetek legyenek, mert én most úgy érzem, hogy jelenleg az országos versenyeken az első harmadban, az első negyedben bent lenni, ez egy nagyon szép eredmény, mert mellett azért tanulni is kell, és végül is az életüket későbbiek során nem a versenyzés fogja meghatározni, hogy hányadikak lettek, milyen eredményt értek el, hanem hogy egészségesek, illetve a tanulmányi munkában azért jó eredményt érjenek el. Miért pont ezt a sportágat szponzoráljátok? Tulajdonképpen a gyermekeink is ide járnak, és ezért gondoltuk, hogy akkor a saját csapatot igyekszünk támogatni. Miért éri meg ez nektek például? Milyen reklámadottságok vannak itt a kötélugró csoportnál? Tulajdonképpen amikor a gyerekek versenyen részt vesznek, akkor a hirdető tábláinkat viszik, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy egészséges és egy jó sportot támogassunk. Mi ebben a szép szerinted ebben a kötélugrásban? A gyerekek részére egy borzasztó erő, kitartást és lelkesedést kell, hogy adjon. Mint anyuka, kipróbáltad már? Igen, szigorúan, de csak otthon, és a gyerekek az ajtó mögül lesően néztek. Nehéz sportág? Igen, nehéz. Végül is erővel, tüdővel ezt bírni kell. Én először apukámtól láttam, hogy ő próbált rábeszélni, kipróbáltam, és így kerültem be a csapatba. Bianca, te hogy kerültél ide? Én egyszer lejöttem megnézni, és elkezdtem. Csilla? Hát az udvaron próbálgattam az osztálytársaimmal, sokat láttam a többieket ugrálni, és így. Szabina? Barátnőm lehozott ide, és nagyon megtetszett. A közelében ennek a sportnak. Melinda? Hát én az Zoéba kezdtem, és hogy a Dénes bácsi ott bement az Zoéba, és akkor kérdezte, hogy nincs-e valaki, aki szeretne járni ugrókötélre, és én vállalkoztam rá. Te hogy kezdted annak idején? Hát én elsőbe kezdtem, és ebbe a csapatba úgy kerültem be, hogy másodikba. És akkor a Dénes bácsi megtanított mindenféle elemre. Én a barátnőmmel kerültem be, a Dénes bácsi megkért bennünket, hogy szálljunk a kezdőcsapatba. És mi az, ami szép ebben a sportágban? Mi az, ami miatt itt maradtatok és csináljátok? Mert azért nem lehet azt mondani, hogy egy igazán női sportág, mert ahogy nekem itt a többiek, illetve a Dénes bácsi az edzőtök elmesélte, elég keményen kell dolgozni. Tehát mi az, ami igazán szép ebben a sportban? Hogy lehet...
hogy erősíti az izmunkat, meg hogy le lehet, aki, hát aki kövér, az le is tud róla fogyni. Igen, szerinted? Hát szerintem szórakoztató is, meg sok elemet meg tud tanítani bennünket. Számodra mi a szép ebben a sportban? A kötélnek a színe, és le lehet fogyni. Erre most nagyon törekszel? Hát igen, 2 kilót már fogytam.